Először is a látogatásunk céljáról beszélnénk. Ez a látogatásunk több mint 50 céggel egyetemben valósult meg. Olyan nagy cégeket hoztunk magunkkal, számszerűleg 50 céget, akik jelentős tőkével, felhasználható tőkével, aktív tőkével rendelkeznek a kínai piacon, és mindnyájuknak van magyarországi befektetés, illetve magyarországi partnerek keresésére vonatkozó ötlete és szándéka. Ez alkalommal nem csak Magyarországra, hanem környező országokba is elhoztuk őket, és ott is hasonló jellegű üzleti tanácskozásokon vettünk részt, de és ugyan elmondhatom, hogy először érkeztünk ilyen célból Magyarországra, mi és ez az 50 cég, de ugyanez az első alkalom, de nyilvánvalóan nem az utolsó, szeretnénk még egy második, harmadik alkalommal is önökhöz ellátogatni, és szeretnénk eredményeket fölmutatni ezen a területen. A China Chem elnökével, Pető Ernő úrral beszélgettem az előbb. Ugye megalapítottuk az önök tanúsítása mellett, vagy az önök részvétele mellett a kapcsolattartó központot. Szeretnénk ezt minél aktívabbá, illetve minél dinamikusabban fejlődő központtá tenni, ezáltal is erősítve a két ország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat. Ugyancsak beszéltünk arról, hogy egy üzletkötői platformot, internetes platformot hozunk létre, ez egy nemzetközi platform, ezen nyilvánvalóan Magyarország is, önök is magyarországi szerepet kapnának egy szeletként. A harmadik téma, amit még Pető Ernő úrral beszéltem, az az, hogy szeretnénk még a magyar és a kínai vállalkozóknak egy olyan lehetőséget nyújtani, hogy videókapcsolaton keresztül építhetik az üzleti életüket, az üzleti kapcsolat. Ezen kívül szeretnénk még, hogyha márkás termékeink is eljuthatnának Magyarországra, és szeretnénk a márkás termékeket bemutatni, illetve erre is platformot találni a két ország között. Természetesen nem csak minket, kantoniakat érdekel Magyarország, párhuzamosan szeretettel várjuk a magyar üzletembereket, a magyar befektetőket, és reméljük minél nagyobb számban üdvözölhetjük őket majd kantonban. Köszönjük szépen!